A honvédelmi és haderőfejlesztési program aktuális állásáról, a jövő terveiről, valamint a honvédelem és társadalom kapcsolatáról is beszélt Benkő Tibor honvédelmi miniszter május 28-án a Pécsi Tudományegyetemen tartott előadásában. A tárcavezető rámutatott, a világ és Magyarország biztonsági környezete is változik, s olyan új katonai fenyegetések jelentkeztek, melyre a magyar honvédségnek is fel kell készülnie. Minden nemzetnek megvannak a maga érdekei, megvan minden nemzetnek a maga kultúrája, amit elődeink, őseink harcoltak ki. Igen, ezt meg kell védeni. Azt, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz viszont az kell, hogy egy erős, ütőképes magyar honvédséggel rendelkezzünk. A miniszter utalt a fiatalok megszólításának fontosságára is. Mint mondta, a honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként immár számos formáját vezették be a hazafias honvédelmi nevelésnek. Meg kell találnunk azokat a személyeket, őket, fiatalokat, akik majd vállalják ezt a hivatást. Ezt a sok megpróbáltatással, lemondással, nagy-nagy felelősséggel járó, de rendkívül szép katonai hivatást. Benkő Tibor előadásában kiemelte, a haditechnikai beszerzéseken túl a Magyar Honvédségnek a haderőfejlesztés tekintetében kiemelt feladata a kutatás és az innováció. Ezért külön kutató műhelyet hoztunk létre, külön olyan intézmények vannak, amelyek a korszerű irányítás, vezetés, technológia és technika és módszer tekintetében végzik ezeket a kutatásokat. Az esemény végén Benkő Tibor a helyszínen külön tájékoztatót tartott az előadáson megjelent szerződéses, hivatásos, önkéntes tartalékos és nyugállományú katonáknak.